végre 1836. Arany János élete, munkássága, hazaszeretete, társadalom kritikája, és természetesen művei elevenedtek meg a szabadkai Jádrán színpadon, olykor humorral fűszerezve, zenés táncos jelenetekben, vagy éppen árnyjáték feldolgozásban. Vajdaság aranya, Arany Vajdasága, ezt a címet kapta az Arany Emlékév alkalmából megszervezett előadás sorozat. Költő óriásunkról való megemlékezés, és hogy ezt úgy tegyük, hogy a mai megemlékezés sorozat a helyi, a vajdasági előadók tolmácsolásában fog megtörténni. Talán ez jelenti azt, hogy a mai Magyarország területén és a Kárpát-medence magyar lakta területein úgy szintén ugyanazt a nyelvet beszéljük, mint Arany János, ápolnunk kell azt. Vajdaságban mindössze egy iskola és 4 művelődési egyesület viseli Arany János nevét. Sok esetben Petőfi Sándor árnyékában látjuk Arany Jánost, ezen kell a jövőben változtatni, hangsúlyozta Hajnal Jenő, az MNT elnöke. Egy üzenete lehet az emlékévnek is, hogyha anyanyelvünkben megerősödni akarunk, és minél biztosabban, minél hitelesebben akarunk megszólalni magyarul, akkor Arany János költészete, verse, életműve elkerülhetetlen és megkerülhetetlen valamennyiünk számára. Az emlékévnek egy hozadéka mindenképpen lesz, véli a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium külföldi magyar intézetekért és nemzetközi oktatási kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Mégpedig az, hogy sokan ismét előveszik majd Arany köteteit. Emellett az író alkotásai komoly üzenetet hordozhatnak a 21. századi magyarság számára. Egy olyan roppant nagy életműről van szó, amelyből ki a maga számára kiemelheti azt, ami fontos lehet, akár a hazafiságot, akár a kötelességtudatot. Az előadás sorozaton 4 vajdasági, 1 nekikindai, 1 temerini és 2 újvidéki amatőr színjátszó társulat lépett fel.